Felemásan indult a méhészeti szezon 2020-ban. Az enyhetél jót tett a méh populáció megmaradásának, ugyanakkor a csapadékmentes időszak a virágzó növények nektárképződését nem segítette. A márciusi-áprilisi fagykárok aztán tovább rontottak a helyzeten, így az akácméz termése minden bizonnyal jelentősen elmarad az elmúlt évek átlagától. Ez a márciusi fagy, áprilisi fagy megfogta az akácot is, megfogta részben a teplét is, a gyümölcsirágzást is, hol kisebb, hol nagyobb mértékben érintette. Nem sok jó kilátással indultunk az akácnak. Ezt mondhatjuk, hogy végül többször el is hangzott, hogy mindegy 100%-os fagykáról beszélünk országosan. Amit tudni kell az akácról, végül is rüsszfakadás után, ha fagy éri, akkor sarjú akácot fog hozni, aminek a nektáradó képessége maximum ilyen 20-30%. Na most ez azt jelenti, hogy akkor 20-30% mennyiségünk is lett volna. Emellett végül is ahhoz képest későre nyúlva az akác szépen indult meg. Hát egy 10-12 méter magasságban most már virágban állnak a fák, alatta durván 6 méterig zöldülnek, de az már, ha ad is virágot, biztos, hogy nem fog nekünk nektárt adni, és 6 méter alatt meg még az akácerdők mai napig feketeig halottak. Hasonló a helyzet a repcénél, a szárazság miatt a növény nem nőtt meg, nem lettek oldalhajtásai, kevesebb virág van rajta, így nagyon kevés nektár bocsát ki. Ebből kifolyólag az idén az átlagosnak mondható repcetermés ötödére számítanak a méhészek, akiknek egy félig Európai Uniós, félig hazai forrásból finanszírozott pályázat is segítséget nyújthat. A méh családonkénti 1000 forintos támogatás ebben a nehéz időszakban Hok József szerint is sokat jelenthet. Tavaly volt ennek az első köre augusztusban, ott azért a kihasználás egy olyan 60% körüli volt. Hála az égnek az idejében végül is ez 80% fölé ment, tudomásom szerint 80-90% között van, de most pontosan a fészámot nem tudom megmondani. Hát most van a méhészeknek, akkor sajnos ez a koronavírus nagyon sok méhésznek akár a munkahelyébe került, vagy akkor legalábbis csökkentett munkaidőbe dolgozik, és a méheknek az ellátására, vagy a mostani tavaszi fejlesztésére, vagy akár itt, ha az akár nem úgy sikerül, hogy azért vannak területek, ahol igazából nem biztos, hogy lesz nektárhordás. Olyan szinten fagyott el a sarjú akár, hogy nem ad nektárt, végül is nem lesz akácméze. Ha nem tud olyan helyre vándorolni különböző okok miatt, akkor sajnos neki folyamatosan serkenteni, vagy táplálni kell a méheket. Ezt csak ebből a pénzből tudná, még a kifizetések tudomásom szerint nem kezdődtek meg. Májusra volt ígérve a kifizetése, hát ebbe azért segítségünkre lehet most. Nem tudja megoldani a méhészek problémáját, de azért nagy mértékben hozzájárulhat. A koronavírusnak egyébként a hazai mézkereskedelemben némi pozitív hozadéka is lehet. Mivel a Kínából indult járvány miatt lecsökkent az Ázsiából importált kétes eredetű mézek importja, a hazai kereskedelmi üzletek sokkal inkább hagyatkozhatnak az itthoni termékekre. Mindez már csak azért is lenne kedvező, mert a méhészek szerint a Magyarországon előállított méz áron alul cserélt gazdát az elmúlt években, a várható árnövekedés azonban sokat segíthet a szektor további működésében.